Goldman Dávid és Juhász Anna két éve költöztek a Bekölce mellett húzódó dombok ölelte völgybe, ahol egy romokban heverő, mindentől távol eső, elhagyott volt TS-tanyát vettek meg, amit Remény Farmnak neveztek el. Itt vegyszerek, antibiotikumok és adalékanyagok nélkül nevelnek állatokat, jellemzően csirkéket, akik szabadtartásban élnek. Küldetésük, hogy tiszta, klímatudatos élelmiszerekkel segítsék az emberek és a föld egészségét. Sok szeretettel köszöntünk benneteket, Juhász Anna és Goldman Dávid. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok és beszélgethetünk erről a csodáról. Mikor határoztátok el? Ugye két éve költöztetek Bekölcére, de gondolom előtte már ez motoszkált a fejetekben, hogy valami hasonló dologgal kéne foglalkozni. Az a helyzet... Ezt meg se várja, hogy befejezzem. Még várom, hogy tiéd a szó. Az a helyzet, hogy már sokkal régebb, tehát több mint öt éve lakunk tanyán. Én csak így csatlakoztam Dávidhoz. Én kezdtem el, tehát én előtte informatikában dolgoztam, és egy kicsit beleuntam abszolút az egészbe. Beleuntam az egészbe, úgyhogy én vettem egy tanyát így mindentől távol, és nagyon sokan elmondták, hogy oda nem találok olyan nőt, aki oda költözne. Aztán a végén mégis sikerült. Igen, és hát ott egy kisebb tanyán laktunk, ott csak ilyen 3 hektárunk volt összvisz, és terjeszkedni meg nem tudtunk, mert ez egy nemzeti park közepén volt. És egyik napról a másik. De nem is akartunk az elején. Ez igaz, csak már úgy forrott a gondolat, hogy szerettünk volna nagyobb léptékben gazdálkodni azért, hogy nagyobb léptékben tudjunk jót cselekedni környezetünkkel. Nagyobb léptékben legyen valami pozitív hatásunk, mert így van. Igazából azon a tanyán jó részt önellátóak voltunk, eléggé elszigetelten éltünk is. Nekünk nagyon jó életünk volt amúgy, tehát nekünk ez tök jó volt. Nagyon kényelmes volt, és nagyon, nagyon fantasztikus kajáink voltak, meg minden. Csak úgy vettük észre egy idő után, hogy ez egy kicsit ilyen önző életforma, és hogy igazából a világra semmilyen hatásunk nincs, és semmi pozitív dolgot nem csinálunk, amitől másoknak jobb lenne. Igen. És akkor már így motoszkált a terjeszkedésnek a gondolata, ami ott nem volt lehetséges. Hogyan találtatok rá akkor erre a farmra? Hirdetéseket néztünk végül is, szóval ilyen nagyon, nagyon hétköznapi módon találtuk meg, csak az, hogy... És ezt szerintem nem mondtuk el a régi tulajdonosoknak sem, de ez volt az egyetlen terület, amit megnéztük. Hónapokig keresgéltünk, egyik sem volt alkalmas, ez volt az egyetlen, amit ténylegesen megnéztünk. Igen. És annak igazából egyből... Teljesen szerelmes lettem itt a tájjal, és ugye Somogyból jöttünk, ott minden lapos. Belső Somogy. Igen, én meg nagyváradi vagyok, szóval így meg vagyok szokva a dimbes dombos tájakkal, és nekem nagyon-nagyon hiányzott. És itt pedig ugye megtaláltam ezt, így sokkal jobban be tudok teljesedni. Általában a helyiek sosem értékelik a saját környezetüket, de ez a hely amúgy gyönyörű. Igen, nagyon-nagyon szeretek itt lakni, szóval nagyon örülök, hogy ide költöztünk. És hát itt találtunk olyan méretű tanyát is, amiben úgy gondoltunk, hogy jó, ezzel mi megbirkózunk, és akkor még a következő években még tudunk egyre jobban terjeszkedni, és egyre nagyobb helyen bemutatni, hogy mire képes a regeneratív mezőgazdaság. Ha jól tudom, ti a holisztikus legeltetés hívei is vagytok. Ez mit jelent pontosan? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és egy kicsit nehéz magyarul megfogalmazni. Tehát ez egy több órás téma. A holisztikus legeltetést Ellen Savory indította el. Ő már 94 éves, hogyha jól tudom. Tehát az 50-es évek óta foglalkozik azzal, hogy belső Afrikában, leginkább Zimbabwében az elsivatagosodott területeket legelő állatokkal visszafordítsa a rendes, funkcionáló szavannákká. Igen, tehát ilyen mellégérő fűvel. Meg ő ökológus, tehát ő egy ökológus. És igazából Magyarországon is észre lehet már venni a sivatagosodásnak a jeleit. Nem is kicsit, sajnos. És ugye ezzel a legeltetési módszerrel próbálunk mi is a saját környezetünkbe visszafordítani egy egészségesebb ökoszisztéma felé a környezetet. De ez szükség van a legelő állatokra, leginkább a szarvasmarhákra. Így van, így van. Tehát igazából most a csirkékről beszéltünk az elején. Igen. Ők nekünk egy mellékes dolog. Sokkal gyorsabban tud pörögni a csirke, sokkal könnyebb így kezdeni. A marhák egy sokkal lassabb folyamat, de nekünk igazából az a célunk, hogy legelő állatokkal regeneráljuk az ökoszisztémát. Igen, az a helyzet, hogy a csirkék azért szükséges, mert ugye egy épp
éppen, hogy most induló tanyának kell ugye egy termék. Hát egy termék, igen, tehát azért pénzügyileg valahogy színvonalon kell maradni, így van. Uh-huh. És ehhez a csirkéket használjuk végül uh-huh. is, de a marhák az ami úgy a nagyobb kép, uh-huh. a jövőbeli kép. Az a jövőkép akkor, ugye van, a marhatartás. Így van. Ebben a... Azt mondtátok, hogy az előző helyen, ahol éltetek, ugye önellátók voltatok, gondolom ez azért most is jellemzően így van, ha lehet ilyet feltételezni, amennyire lehetséges. Igen, egy picit kényelmesebbek lettünk, mivel rengeteg a munkánk, és most már rengeteg termelő ismerősünk van, úgyhogy sokkal könnyebb egy csomó mindent cserélgetni. Igen, igen, a bartel az bartelesztek egymással, fantasztikus. Amikor kapjuk a fantasztikusan friss salátákat, meg a zöldségtermékeket, és csak csirkét kell adni, ami nekünk rengeteg van, az nagyon megkönnyíti így az életet. Dávid, te mondtad, hogy te informatikus igen. voltál, Anna? Én varrónő divattervező körökben forogtam, amúgy ilyen történelmi, meg népi ihletésű ruhákkal foglalkoztam akkoriban, még mielőtt Dávidot megismertem. Színházaknak, tánccsoportoknak, ilyesmi, amatőr együttesek. Nem hiányzik nektek ez a fajta életforma. Urbanizált életforma? Nekem nem. Abszolút. Nekem abszolút nem. Tehát... A másik dolog meg, hogyha hiányzik, akkor részt tudunk venni benne. Tehát, hogy Budapest nem tűnt el a világról. Oda tudunk menni, meg ha Eger is akarunk. Egy szuper hely, ilyen szempontból, kulturális szempontból nagyon jó. Abszolút. Azért mondtam Budapestet amúgy, mert ugye ott mindig van zsibongás, de igazából most már úgy vagyunk vele, hogyha pár napnál többet töltünk ott, akkor már úgy elég. Szóval... Meg nagyon nehezen alszunk városban, tehát állandóan minden zajra felébredünk úgy, ami van. Mert... Hát ez teljesen más. Igen. Na meséljetek akkor egy kicsit ezekről a jószágokról, igen. Meg hogy jött ez a füstölés, mert engem például ez nagyon érdekel, mert én megnéztelek benneteket értelemszerűen, amikor készültem, és ez engem nagyon felcsigázott. Amúgy nagyon sokan szokták kérdezni, hogy így hogy csöppentünk bele egyébként. Honnan tanultátok ezt egyáltalán? Igen. Tehát, hogy... ismeretek. És Svédországba jártunk egy barátunknál, aki ugyancsak farmer. Igen. és ő nála láttuk először a füstölt csirkét, igazából nem fogunk. Nem. Richard Perkinsről van szó, igen. Az ő YouTube csatornáját is meg lehet tekinteni. Ő egyébként egy nagyon sikeres pici farmot vezet, néhány fő dolgozik csak ott, de nagyon-nagyon színvonalasan és nagyon-nagyon hatékonyan dolgoznak. Úgyhogy igazából mi őt tekintettük példaként, kimentünk és elkezdtünk onnan tanulni, és mindent lejegyzetelni és konzultálni vele, és stb. És érdekes módon úgy mentünk oda ki, hogy na majd a tojótyúkokról majd tanulunk. A tojás érdekel, mi nem fogunk csirkét vágni, Dávid vegetáriánus is volt, igen, szóval. Igen. 6 évig vegetáriánus volt, mi nem akartunk ezzel foglalkozni. Nem fogunk, biztos, és akkor ott... Hát mégis, azt a részét is ugye csak megnéztük, csak részt vettünk rajta, mert ez egy olyan ilyen kétnapos kurzus volt, hogy egyik nap volt a tojótyúkokról, és a következő nap volt a hús csirkékről. Uh-huh. És akkor úgy jöttünk haza, hogy te, azért magunknak vagy 30-at, gyere már, csináljuk meg, mert szerintem meg tudjuk. És az a 30 csirke, az mondjuk beletelt nekünk egy egész napba csak a vágás feldolgozás, ami most már nekünk reggel teljesen viccesnek tűnik. Reggel 8-tól este 11-ig csináltuk azt a 30-at. De úgy rájöttünk, hogy igazából ez egy jó dolog, tehát uh-huh. hogy... És elosztogattuk nyilván a jó részét rokonoknak. Igen. Ilyenkor minden rokon kap. Uh-huh. Igen. És nagyon örülnek nekik, és nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy arra gondoltunk, hogy ha új farmba vágunk bele, akkor igazából meg kell néznünk, és számolnunk kell ezzel, hogy lehet, hogy ez is egy jó vállalkozás lenne. Hát meg mások is megérdemlik, hogy minőségi húshoz tudjanak hozzájutni, és ugye ez igazából szokott lenni egy ilyen gondolat. Végül is ez megszületett már akkor, amikor még Somogyban voltunk, hogy ugye az önfenntartás az önző. Tehát, hogyha saját magadnak gazdálkodsz, az neked nagyon jó. De mi van a többi emberrel a világon? És hát ugye ők is megérdemlik, szóval ilyen formán felskáláztuk. Ja, és most már ilyen 200 csirkét vágunk le mondjuk 3-4 óra alatt, szóval az a 30 csirke, az első azon így nevetnünk kell mindig, mikor visszagondolunk, hogy mekkorát kínlódtunk velünk, de... És Anna csinálja egyébként az összeset, mármint a vágást. Én vágom a csirkéket. Kicsit Dávid... fura így a dinamikán, mert általában a férfiak szokták a vágást csinálni, de én csinálom a zsigerelést, jó részét, Anna meg a vágás. Ezért sokan meglepőnek amúgy, de én mindegyik csirkével. Nyugodj meg, az én nagymamám, én ott szocializáltam falun, ő is, nagyapám soha nem nyúlt a csirkéhez, mindig nagyapám vágta a csirkéket. Na hát ez ugye, igen.
Személyiségtől is. Mivel foglalkoztok még, ugye most a csirke a fő, ugye? A füstöltről még nem is beszélünk. Igen, még a füstöltről, igen. Ja, tehát az hogy jött, hogy füstölt terméket akartok ebből? Igazából ezt is Svédországban kóstoltuk meg először, ott a füstölésnek nagyobb a kultúrája. És mivel hát ők elég... Akkor a füstölt csirkének szinte nincs kultúrája, ha lehet ilyet mondani. Nem, én nem hallottam még senkitől. Akitől hallottam, hogy esetleg ismerte, az is külföldön kóstolta, igen. Szóval... Igen, és akkor elkezdtünk vele kísérletezni, tehát milyen párclevelet, hány százalékos, mennyi ideig tartsuk, milyen hőmérsékleten, milyen fákkal füstöljünk, és ezzel így... Hát én egy kicsit ilyen kocka vagyok ebben, és egy 2-3 hónapot így eltöltöttem vele, hogy így... Elkísérletezgettük. Minden nap volt egy új fajta csirke, hogy na, ebben raktam egy kis cseresznyét a végére, na gyere, kóstoljuk meg! Akkor ez már saját receptúra, ugye? Ez már igen, a saját magatok igen, által. Igen. Szóval, hogy a csirkéken kívül akkor még mi kell az önfenntartáshoz? A tojás, ugye? Tojás, az nálunk hamarosan indul, meg korábban mi foglalkoztunk tojással. Nálunk valamennyi zöldség még lesz, mikrozöldségek, de amúgy általában az az okos, hogyha az ember kiválaszt 2-3 területet, amivel szeretne foglalkozni. És nálunk minden más mellékes. Tehát sokszor van az, hogy valamit látnak nálunk mondjuk Instagramon az emberek így képet, és akkor, hogy oké, láttuk, hogy van ez, mikor kaphatunk belőle, de igazából attól még nincs, csak az magunknak van. Ez a 2-3 dolog, amivel igazából foglalkozunk. Igen. Megmondom őszintén nektek, hogy amikor én rámentem a honlapotokra, megfogott bennem az a, nem tudom, második vagy harmadik profizmus, mondat. Profizmus. Hát egyrészt a profizmus maga, tehát egy nagyon jó brand készült talán, de hogy megszólítottatok engem egyből, mint egy odatévedt látogatót azzal, hogy ha már itt vagy, akkor téged biztos érdekel, és akkor az ember nagyobb kedvel olvassa ezt. Végig, mi ez az oldal? Ezt mondjuk el a nézőknek, hogy hát... Hogy hogyan lehet veletek kapcsolatban lépni? Igen. www.reményfarm.hu És hát ott ugye a termékeiteket, akár a csirkéket is lehet rendelni. Lehetett, amíg nem árusítottunk ki abszolút minden egyes darabot már az idei évre. Most nincs csirkétek? Nincs már. Az a helyzet, hogy nem tudjuk a végtelenségig felskálázni, mert ugye a munkát nem... Van egy limit, meg van egy kis termelői limit, amit tudunk még vinni, és igazából nálunk már az idei év elején a tavalyi vásárlók már lefoglalták az egész mennyiséget. Tehát akkor most jelentkezek, ha jövőre akarok egy füstölt csirkét? Igen. Így van. Akkor most jelentkezek. Jó. Én is. Ez biztos. Kamerákon kívül majd megbeszéljük. Jó. Nem, tényleg mindent sikerült annyira jól eladni, hogy le van minden foglalva. Igen, mert egyébként ez egy ilyen bizalmi kapcsolat, és igazából, hogyha az ember talál egy jó termelőt, akkor az olyan, mint egyfajta ilyen tagság vagy előfizetés, tehát hogy a régi vásárlókra mindig tudunk számítani. Igen. Mert mindig esznek az emberek, és valahogy... Igen, az ennivaló, ez valahogy úgy van, hogy mindig... Valahogy megmaradnak a régi vásárlók. Nem megy ki divatból, tényleg hát, a minőségé. Anna és Dávid, én személy szerint is, de gondolom a nézők nevében is mondhatom, hogy nagyon, nagyon örülünk, hogy megismerhettünk benneteket, és csak azt kívánhatjuk, hogy ezen az úton menjetek tovább, és remélem, hogy majd találkozunk akkor is, amikor már nagy gazdálkodóként a szarvasmarhákkal kapcsolatosan is tudunk majd veletek beszélgetni, és nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen.